megköszöntjük dr. Sesták Miklós urat, választókerületünk országgyűlési képviselőjét. Zakor Ildikót, községünk polgármesterét. Balázsné Keller Olga jegyzőasszony. Gégény község képviselőtestületének tagjait, Novák Kirolyát, a polgármesterünknek, Sebestyényi polgármester Máriát, Lukács Ágnes, Csirakkalánc képviselőket, Soltész Béla képviselőt és iskolai igazgatókat, Tenker Józsefné, Gégény község is polgármester, Szabó Gábor, Kőrösi Gézáné óvoda vezető, Gyermenét Tenker Edina bölcsőde vezető, Timák Andreát, Köszönjük Gézőnőjét, és Megyesiné Varga Máriát, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Tisztelt ünnepeltek! Elsőként iskolák pedagógusa Dorka Zoltán és kislánya Dórika szívet melengető duettjét hallották. A kivetítőn Sebestyén Sándor Szülőföldön égény című végigfelvételét láthatták. Felkérném most dr. Sesták Miklós országgyűlési képviselőmet, hogy köszöntsen minket. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Ismét itt. Mindig örömmel jövök, hogy hallgattam az előttem szavallatot, néztem a filmet, meg az éneket. Aztán gondolkodtam, hogy ki büszkébb kire, az apa, a lányára, vagy a lánya, az apára, ezt majd legfeljebb utána megkérdezzük. Hát nehéz ilyenkor megszólalni, már csak azért is, mert köszöntőt kell mondanom. És az idősek világnapi alkalmával az ember sok helyre jár. Nem olyan régen voltam nagymamámnál, aki 98 éves most, és mondtam neki, hogy hát mama, megyek, mert beszédet mondok. És akkor megkérdezte, hogy hát hol mondok beszédet. Hát mondom, a idősek világnapján. Hát azt mondja, nagyon nem szereti ezt az idősek kifejezést, legyen inkább szépkorúak. És hogy tegnap, ahogy nagyhalászban mondtuk, hogy akkor a választókörzet innentől kezdve ne azt mondja, hogy idősek világnapja, hanem szépkorúak világnapja. Azt gondolom, hogy talán a szépkorúság az az igazán jó kifejezés. De amikor a köszöntőmet elkezdem, akkor legszívesebben azt mondtam volna, hogy köszöntöm a művészeket. És sokan biztos megkérdezik tőlem, hogy mi az, hogy köszöntöm a művészeket. Engedjék meg egy idézetet, hagyj éljek rögtön, és akkor rögtön megtudják, hogy miért gondoltam ezt. Sík Sándor így fogalmazza, a legfőbb művészetet, művészet tudod mi? Hát erős szívvel megöregedni. De ezért gondoltam, hogy úgy fogom Önöket köszönteni, hogy köszöntöm a szépkorú művészeket, mert úgy gondolom, aki ma itt eljött, azt mindenki derűs szívvel ül itt, és várja az estét. Ezt kívánom Önöknek, hogy ez a jókedv nem csak a ma estére, az év további napjára, és még nagyon sokáig fennmaradjon Önöknek. De hogy én is készüljek valamivel, engedjék meg nekem, hogy én egy mesét mondjak el Önöknek. Utazzanak velem egy picit a múltba, és azt gondolom, hogy a mesék végén mindenki fogja érteni, hogy mit is akar mondani ez a mese. De hogy még igazabb legyen a mese, hát akinek van kere, akkor csukják be a szemüket, utazzanak velem a mese a történet szárnyán. A mese címe: Hány éves van nagyapa? Egy este egy unoka nagyapjával beszélgetett, a kisunoka egyszer csak hirtelen megkérdezte: nagyapa, hány éves is vagy? És a nagyapa így válaszolt: hát hadd gondolkozzam egy kicsit. A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, fénymásológép, a
kontaktlencse, a fogamzásgátló tableta előtt születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya sem. Míg nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szállítógépet, a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre. Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású repülőgépek sem. Nagymamát és én összeházasodtunk, és aztán együtt éltünk, és minden családban volt apuka, meg anyuka. Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem. Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb, amikor vér vagy vizeletvizsgálatra küldték őket. 25 éves koromig minden rendőrt és férfit uramnak szólítottam, minden nőt asszonyomnak vagy kisasszonynak. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem az embereknek. Az én időmben, ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják nekik a helyüket, de ha állapotos volt, a helyére kísérték, és ha kellett, megváltották a jegyét és odavitték neki. A nő elsőként lépett ki a liftből, alátolták a széket, hogy leülhessen, egy férfi sohasem üdvözölt egy nőt úgy, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült, kinyitotta előtte az autót, vagy bármely más ajtaját, és a férfi segített neki levenni a kabátját. Az én időben a szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény bizonyítéka, hogy a lány tisztasága a férj számára. A mi életünket a tíz parancsolat, a józanész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta. Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeinkért. A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal. Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve. Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH rádióról, kazettákról, CD-kről, DVD-kről, elektromos írógépekről, számológépekről, még mechanikusokról sem, hát még a hordozhatókról, na és nem beszéljük a notebook jegyzetfüzetről. Az órákat naponta felhúzták, semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos kijelzők a háztartási gépeken, a gépeknél tartva. Nem voltak pénzkiadó automaták, se mikrohullámos ütők, se ébresztős rádiók, hogy a videómagnókról és a videókamerákról már ne is beszéljünk. Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek, csak fekete-fehér képek voltak, és az előhívások és másolások több mint 3 napig tartott, és a színes képek nem léteztek. Nem hallottunk Pizza Hutról vagy McDonald'sról, se instant kávéról, sem mesterséges édesítőszerekről. Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak és nem szívtak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férje van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen. És most mondd, szerinted hány éves vagyok? Hát nagyapó, biztos több mint 200, felelte az unoka. Nem kedvesem, csak 70 éves vagyok. Hát azt kívánom önöknek, hogy önök is nagyon sokat tudjanak unokáikkal mesélni, mert azt gondolom, hogy önök már bizonyították azt, hogy mosolygósan, még ha néha derékfájósan is, de önök valamit letettek a családokba, a közösségükbe. Azt kívánom önöknek, hogy még nagyon-nagyon sokáig adjon a Jóisten önöknek erőt, egészséget, hogy sokáig tudjanak itt velünk ünnepelni, de talán ami még fontosabb, sokáig tudjanak a gyerekeik, unokáik körében együtt karácsonyozni, húsvétozni, nyaralni, és hát legyen egy jó szület is még, mert hogy egy ilyen bölcsességre zárjam, egy nagy bölcs azt mondta, hogy nem az az öreg, aki már nem tud hógolyót gyúrni és eldobni, hanem az az öreg, aki nem tud a hóesésnek örülni. Azt kívánom nektek, hogy nagyon sok hóesésnek tudjanak még örülni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Pedig Zakor Édikó polgármester asszony.
asszony köszöntője következik. Kedves ünnepeltek, tisztelt vendégeink! Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntöm községünk 60 éven felüli lakóit. Köszöntöm azokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Szeretettel gondolunk rájuk, és nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján. Hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig rendelkezésünkre állnak. Időskoruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat. Tudják, mi a jó, amit továbbadhatnak, és tudják, mi a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Feladatunk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk. A kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kint számukra. Sütadás gondolatát nézem. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem elekezdődött. A mi világunk önökkel, apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számukra ezt a jelent, amelyben a mi generáció egy újabb nemzedék jövőjét alakozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáimból merítünk erőt, hitet és bátorságot. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet, és most már a pihenés évei következnek. Aktívan és passzívan, anyagi gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek unokák nyújtottak örömökkel. Borúval, derűvel morzsolják a lassuló tempójú napokat. Magyarországon az idősödő társadalom új kihívásokat jelent önkormányzatunk számára is. Folyamatosan fejlesztenünk, sőt bővítenünk kell a településen működő időskorúakat ellátó rendszert. Ezen a napon, az idősek világnapján szeretettel gondolom mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben köszöntjük Önöket, de szeretetünket, bölcsességüket, segíteni akarásukat az év minden napján érezzük. Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak a feladatunk, hogy idősembertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. A család gondoskodása mellett az önkormányzatnak és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell tennie azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. Ha nyugdíjukat nem is tudjuk emelni, és a gyógyszereik árát csökkenteni, akkor is mindent meg kell tennünk azért, hogy érezzék fontos részei az életünknek, és nem hagyjuk magukra önöket. Polgármesterként is úgy kell dolgoznom, hogy érezzék fontosak számunkra, és számítunk a bölcsességükre. Mi mindannyian, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk Önöknek, hogy a több évtizedes közösen kiválasztott úton haladjanak tovább. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak, és természetesen a mai napra jó szórakozást. Köszönöm, hogy meghallgattak.